Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a téli estén. Örülök, hogy ilyen nagy számban összegyűltünk, és még jobban örülök annak, hogy ez a téma egyre több embert érdekel a faluban. A mai előadásunk vendége Tihanyiné Hollósi Erzsébet, mindenki ismeri. És Erzsike hozott egy vendégelőadót is, Mészáros Bencét, aki Veszprémből érkezett, és a Bánki Vilma egyik leszármazottja, el fogja mondani a rokonságának, majd ő el fogja mesélni. Már hallottunk Bánki Vilmáról, Böndörné Jaksa Judittól legelőször, de minél több helyről, minél több kézből hallunk a Bánki Vilmáról, annál többet tudunk, és ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Erzsike a Bánki család kutatással is foglalkozik, és akkor jutott eszébe, hogy ezt kibővíti, és akkor megpróbál nekünk sok érdekes dolgot mondani. Figyelmesen hallgassatok, biztos nagyon érdekes lesz, ugyanis ezzel a Bánki Vilma témával nagy terveink vannak. Szeretnénk egy márványtáblát avatni az ő tiszta emlékére, itt a községi könyvtár, vagy a Sipka Múzeum falára terveztük, de ha egyszer lesz művelődésű házunk, akkor Bánki Vilma művelődési háznak fogjuk nevezni, és áthelyezzük a táblát. Úgyhogy figyeljetek, és utána majd még beszélgetünk, jó? Átadom a szót nektek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogyha nem hallható a beszédem, akkor azért szóljatok, hogy hangosabban? Igen. Jó. Most én csak igaziból egy rövid bevezetőt mondanék, mert aztán Bence kezdi a Ulbert familiának az elmesélését. Ugye én azt adtam igaziból az előadásom címének, hogy Bánki testvérek. És hogy miért? Azért, mert nem csak Vilma volt. Volt egy Viktor, akinek kétoldalnyi film fémjelzi a nevét, csak őt is elfelejtették. Elfelejtették, mindenki elfelejtette. Hát én annyit szeretnék csak elmondani itt az elején, hogy a száraz tények, ugye a Bánki Viktor, aki Koncsis Gyulaként született első gyermekként a családban, ő 1899-ben született Nagydorog 281-es házszám alatt, és Bánki Vilma, Koncsis Vilmaként 1901-ben született, ugyancsak 281-es szám alatt. És hát a Viktor 1967-ben Münchenben halt meg, Vilma 1991-ben Los Angelesben. És volt még egy Bánki Gizella, aki Koncsis Gizella néven, de nem Nagydorogon, hanem ő már Budapesten született, mikor a család Budapestre fölköltözött. Ő 1908-ban született, nagyon rövid életű volt, mert 1969-ben halt meg Hódmezővásárhelyen. Ő egy hódmezővásárhelyi gyógyszerész dinasztiába került feleségnek, és hát ott éltek, ott élnek a leszármazottak, és a környéken tulajdonképpen, Hódmezővásárhely környékén. Még egy idézetet szeretnék most elolvasni egy Bánki Vilma életrajzból, amit egy angol hölgy írt. Bánki édesanyja, Ulbert Katalin, sötéthajú kövérkésnő. 1879. szeptember 26-án született Magyarországon, Tápén, egy Szegeden kívüli kisfaluban. Bár a kis Tápé ma elsősorban az ország egyik legrégebbi római katolikus templomáról ismert, a közeli Szeged Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő városa volt.
Katalin születése előtt néhány hónappal szülei, Ulbert Ádám és Császár Julianna olyan katasztrofális eseménynek voltak szemtanúi, amely megakasztotta a város terjeszkedését. 1879. március 12-én több mint 100 ember életét követelő árvíz tizedelte Szegedet és környező vidékeit, és kisíján a város szinte földig rombolta. A császár ellátogatott Szegedre, és megígérte, hogy gyorsan újjáépíti, de ez időbe telik. Ádám úgy döntött, hogy most, hogy megszületett a lánya, a város újjáépítésének idejére érdemes lenne máshova költöztetni a családot. Ulberték közel 110 kilométert tettek meg, hogy megérkezzenek Julianna szülővárosába, Nagydorogra, ahol Ádám mezőgazdasági gazdálkodóként dolgozott, hogy eltartsa családját. Eddig az idézet, és most akkor átadnám Bencinek a szót, hogy elmesélje, hogy hogy is volt ez az Ulbert családnak a története, honnét jöttek, és meddig jutottak. Köszönöm, akkor majd aztán folytatom később az esti mesémet. Köszönöm. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Az előadásom témája ugye Bánki Vilma, a hollywoodi sztár és a Koncsics testvérek főcímet viseli, viszont alcímben megjelölöm, hogy az Ulbert család nyomában, és egy egészen érdekes történetet próbáltam meg kikerekíteni ebből az egészből, hogy miért is érdekes Bánki Vilma és az én családomnak a kapcsolódása. Ugye már nagyon sokat hallottunk Bánki Vilmának a munkásságáról, mint hogy ugye a Bolvári Géza és Matyasovszky Ilona féle filmiskolában tanult, majd ugye a Belvárosi Színházban volt rövid ideig prózai színész, illetve ugye Berlinben volt 1919-ben az első főszereplős filmje, amiben szerepelt, majd ugye 25-ben leszerződött a Godwin társasággal, és innentől kezdve beindult Vilmának a karrierje, de hát nyilván ugye az idő haladtával, a hangos filmeknek a megérkezésével a karrierje nem azt mondom, hogy leáldozott, de már kevesebb szerepet vállalt, és férjével egészen 1933-ig kisebb társulatokban és Broadway színházakban játszottak együtt. Ugye nem nagy részletességgel, de a Bánki Koncsics család, ugye hárman voltak testvérek, mint ahogy azt Erzsébet is elmondta nekünk, és hát ugye Koncsics János és Ulbert Katalin gyermekeként született meg. És hát, hogy hogyan találtunk egymásra, ez egy elég érdekes történet. Az igazság az, hogy a nagynéném volt az, aki nagyon sokat mesélt mindig a családról, és hogy mondta, hogy hát Vilma néni mennyi mindent próbált tenni a mi családunkért, és hogy mennyi mindent szeretett volna elérni, de ez sajnos meghiúsult. És hát a képen ugye Bánki Vilma, illetve Bátori József látható. Bátori József az én déd nagypapám volt, és hát nem tudtam, hogy mégis ez hogy kapcsolódik össze, hogy Bánki, Koncsics, Ulbert, de hát az én nagypapám meg Bátori. És hát addig-addig kutakodtam, míg rá nem lehetem arra a tényre, hogy az 1910-es években, pontosabban 11-ben Bátori József nem is Bátori József volt, hanem Ulbert József, és a Magyar Királyi Csendőrség papírjai alapján kiderült, hogy névváltoztatás volt szükséges, és ezért lett ő igazság szerint Bátori. És innentől kezdve elindult a vezérhangja, hogy hát akkor mégis a kapcsolódás az miként valósul meg, és hát ahhoz, hogy ezt fel tudjam deríteni, meg nyilván önökkel is ismertetni a tényeket, az én édesanyámat Erdősi Erikának hívják, ő a legfiatalabb erdősi gyerek a
a családban, és van két nővére, közülük sajnos az egyik távozott a napokban tőlünk, és hát ugye az erdősi család, mint Baranya megyei család, hát elkezdtek fölfele szállingózni, és hát megismerkedett a nagypapám, nagymamámmal, ugye Bátori Vilma Juliannával, aki ugye Józsefnek a gyermeke volt, és hát ugye Ulbert Katalin így kapcsolódik a mi családunkhoz, hogy Bátori Józsefnek ő a testvére volt. És innentől kezdve jött az, hogy akkor ezt még jobban fel kellene térképezni, hogy mégis hogy tudom összeegyeztetni a dolgokat, és hát kiderült, hogy 7 testvér volt az Ulbert családban, és ugye Ulbert Ádám és Császár Julianna gyermekeiként jöttek a világra, és hát Györkönyben. Tehát igazság szerint a család az györkönyi származású. Ugye Ulbert Ádám, ő Tápén született, de a család többi tagja györkönyi volt, és Császár Julianna viszont vajtai származású hölgy volt, és hát Julianna, fogalmazhatunk úgy is, hogy mint Petőfi Sándor. Tehát élt, dolgozott, családot nevelt, és egyszer csak eltűnt. Tehát, hogy a mai napig nem találjuk Júliának a fellelhetőségét, hogy mégis ő hol lett eltemetve, nincs semmi kiinduló pontunk, hogy mégis hol lehet, és hát egészen Budapesttől Hódmezővásárhelyig több 10 000 oldalt próbáltunk felkutatni, hogy hát, ha megtaláljuk, de hát sajnos ez még nem valósult meg, de még mindig a kutatás fázisában vagyunk, és ezt szeretném minél előbb felgöngyölíteni, ezt az ügyet. És hát, hogy Ulbert Ádám és Császár Julianna ugye 74-ben Vajtán összeházasodtak, és hát itt lehet látni azt, hogy az Ulbert szál az igazság szerint ugye Györkönybe vezet minket vissza egészen 1730-ig, amikor is ugye Georg Ulbert, vagyis hát Ulber megszületik, valószínűsíthetőleg Györkönyben, mert a házasság is itt történt, és a kutatásom során olyan iratokra bukkantam, amiből kiderült, hogy ugye Hessen tartományból származik az Ulbert család, és most a pontos helyszínt próbálom meg feltérképezni, hogy hát Németországon belül mégis honnan jöhetett a családunk, vagyis hát a családunknak ezen szála, és én ezt szerettem volna megmutatni önöknek, hogy Györkönyv az egy igen nívós hely a családom életében, de hát nem csak Györkönyv, hanem Bikács, mivel édesanyám testvérei ott születtek, a nagyszüleim ott élték az életüket, és ennyit szerettem volna önöknek elsősorban elmondani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Bencének a Ulbert családról történt előadást, és én folytatnám a Koncsics familiát, de még előtte azért elmondanám, hogy kislányom mindig azt mondja nekem, hogy anya, barátod a Google. Hát nekem nem, nekem az anyakönyvek a barátaim. Én ott találok nagyon sok mindent meg. Ott találtam meg, ugyanis úgy kezdtem én ezt a Vilma kutatást, hogy szembe jött velem a interneten egy olyan újságcikk, hogy Nagy Dorogtól Hollywoodig. És hát nézem az újságcikket, és ott írja, hogy Tolna megyei kis települése Nagy Dorogon született egy világhírű némafilmsztár. 1898-ban vagy
1901-ben, sőt, aztán utána olvastam 1902-t is. Na hát ez már akkor elkezdett érdekelni, és akkor kerestem a anyakönyvben a hivatalos adatot, és akkor leltem rá arra, amit már előzőleg ugye elmondtam, hogy 1901-ben született Vilma. A szüleinek a házassága volt 1898-ban, úgyhogy valami kis igazság volt abban a dátumban, csak éppen nem jó helyre tették. És a Koncsics familiáról én elkezdtem, illetve hát ezt a családot, a nagyszülőket, a idős Koncsics János, tehát Koncsics Jánosnak az édesapja, ő a Sárszentlőrinci evangélikus anyakönyvben van. Valamit elrontottam. Sárszentlőrinci anyakönyvben van bejegyezve 1832. május 25-én. Kérem, hogy itt majd azért figyeljetek a nevekre, mert lehet, hogy lesznek olyan nevek, amik valakinek éppen a családjába beletartoznak. Ugyanis Koncsics Jánosnak a szülei, Koncsics János és Fekete Éva. Hát én tulajdonképpen úgy kezdtem, hogy majd mesélek Ádámtól Évától, hát igen, ugyanis van Éva, és akkor ott volt ugye az Ulbert Ádám, az Ádám. Tehát Fekete Éva volt az édesanyja Koncsics Jánosnak, és a keresztszülők Mészáros József, Kis Anna, Nagyságos Fürdős János és Neje Saramó Ilona. Azt tudjuk, hogy Nagy Dorogon két fürdős lelkész is volt, hát nagy valószínűséggel beletartozott ebbe a familiába az a Nagyságos Fürdős János is, aki Koncsics Jánosnak, az idős Koncsics Jánosnak a keresztapja volt. Aztán, ami még érdekesség, hogy egy lapon van bejegyezve az anyakönyvbe Sas Johannának a születésével, vagyis a Sas Erzsike, aki Petőfinek a Sas Erzsikéje volt, ő neki a testvére volt ez a Sas Johanna, ő is ugyanazon a lapon van bejegyezve a Sárszentlőrinci anyakönyvben, amibe, vagy ahol a Koncsics János is szerepel. A Jaksa Katalin, Koncsics Jánosnak a felesége, ő pedig 1840. február 20-án Kölesdi evangélikus anyakönyvbe van bejegyezve. Úgyhogy körbejárjuk az egész megyét tulajdonképpen. A Kölesdi evangélikus anyakönyvben, hát itt, ami aztán nekem nagyon tetszett, hogy 6 keresztszülőpárt találtam. Jaksa Katalinnak az édesapja, Jaksa János, Bodzási Béres református. Na, itt feladta nekem a leckét ez a bejegyzés, hogy hol van Bodzás. Próbáltam először térképen megnézni, próbáltam helységjegyzéket keresni, sehol, hát van valahol Meggyes Bodzás Békésben, de hát mondom, ez nem lehet az. És akkor jött a Kajetán, akit megkérdeztem, eszembe jutott, hogy ő, hát ha tudja ott Úszt környékén, hogy hol vannak ezek, vagy milyen települések, milyen helynevek vannak. És ő volt olyan kedves, hogy már másnapra kiderítette nekem, hogy Bodzás, egy bodzási dűlő még mai néven is szerepel így, a Hangosi keresztnél, Sárszentlőrinc és Kölest között. Úgyhogy ezúton is köszönöm Kajetánnak a kiderítést, mert nem tudtam volna nyugodni addig, amíg ki nem derítem, hogy ugyan már hol volt ez a Bodzás. Az édesanyja pedig Antal Erzsébet volt a Jaksa Katalinnak, és akkor jönnek a keresztszülők. Szűcs Mihály, Borjádi, Kocsmáros és Lechner Katalin. Marsai István, Uzdi Béres, Pesti Erzsébet. Sziber Márton, Kalocsai érsek huszárja, Nőtelen, és Nevesi Judit, Bodzási Hajadon. Szabó István, Uzdi és Sok Erzsébet. Lengyel Mihály, Uzdi kertész, Horváth Katalin. Kis János, Uzdi és Lechner Zsuzsanna. Hát valószínű ez a Lechner família is rokonság volt, mert ugye két Lechner lány is volt a keresztszülők között. Ezek a
tulajdonképpen engem ezek a dolgok is úgy érdekelnek az anyakönyvben, ezek a háttérinformációk, mert sok mindenre lehet fényderíteni. Most egy pillanatra tovább mennék. Ez a kép akkor készült, amikor Judit Kájéknál itt jártak a Koncsics leszármazottak. Akkor készítették ezt a montást, és Éva küldte el nekem. Aztán itt van egy kép Viktorról, amit szintén Éva küldött el. Viktor családja. És itt van még a még két Koncsics testvér, tehát Viktor és a Gizella. Na és akkor itt van a másik indító, ami tulajdonképpen érdekeltétett engem abban, hogy kutassam ezt a famíliát. A Dorogi temetőben ott az egyik dédpapa sírja közelében van ez a síremlék. Egy kovácsolt vas lábon áll, Hollósi Jánosné Koncsics Éva. És ez engem nagyon érdekelt, hogy ugyan már ki lehet ez a Hollósi Jánosné. Anyukámtól kérdeztem, ő nem tudott választ adni. Még nagynéném is élt, akkor őt is megkérdeztem, de ő is azt mondta, hogy nem ismerős neki ez a név, nem tudja, hogy ki lehetett. No, hát kiderült, hogy a Koncsics Éva, ő a Vilma nagynénje volt, tehát a Koncsics Jánosnak a testvére, ő volt az első gyerek a családban. Koncsics Éva, aki 1857-ben született, és a Hollósi János a második férje volt Koncsics Évának, és a Hollósi János a mi dédapánknak a testvére volt. Úgyhogy itt összejött a família, no, innentől kezdve aztán megint egyre érdekesebb lett, vagy egyre jobban érdekelt a téma a kutatáshoz. És igen, itt jó, tehát a szülők azt már ugye előzőleg mondtuk, hogy Koncsics János és Jaksa Katalin, illetve Ulbert Katalin, bocsánat. Koncsics János a család harmadik gyermeke volt, de illetve hatodik gyermeke volt, de úgy, hogy ő volt a harmadik fiú, és mind a három fiút Jánosnak keresztelték. Tehát az első két fiú meghalt, és akkor a harmadikat is Jánosnak keresztelték, na ő maradt életben, és ő lett a Vilmának a édesapja. Jó, semmi baj. És a Koncsics család Nagy Dorogról a Vilma 3 éves korába költözött el. Akkor Budapesten több helyen laktak, van olyan cikk, ahol írnak arról, ahol Viktorról beszélnek, és akkor, hogy Nagy Dorogon született, a Práter utcában nevelkedett. De hát aztán végső soron a szülők, amikor már felnőttek a gyerekek, valamikor Pest-Szentlőrincre költöztek, és ott volt egy családi házuk. Ezek még a anyakönyvi bejegyzések, és akkor ami itt érdekes, hogy ugye Gizelláról én nem találtam adatokat. És akkor kértem segítséget az egyik családkutató csoportban. Aztán az egyik hölgy nagyon gyorsan, tényleg szinte 10 percen belül ott volt a segítő válasz. Küldte ezeket a bejegyzéseket, egyrészt Gizellának a születési bejegyzését, másrészt a haláláról, ami 69-ben volt a bejegyzést. Igen, ezek még a Viktornak, illetve Gyulának az eredeti anyakönyvi kivonatai, és akkor itt van még ez, amit még kaptam a csoportból, a segítőtárstól, Bánki Jánosnénak és Bánki Jánosnak a gyászjelentése, és ebből tudtam én meg, hogy kik voltak ugye azok, akik gyászolták őket, és ez alapján tudtam keresni akkor tovább,
hogy no, akkor hogyan lehetne. Egy ismerősöm Pakson, hódmezővásárhelyi származású, őtőle megkérdeztem, hogy ismerte-e a Gallina családot, aki ugye gyógyszerészek voltak. Ő nem emlékezett rájuk, és Bence talált rá egy ismerősöd révén, ugye? Igen. Hódmezővásárhelyi hölgyel beszélt, aki viszont barátnője volt Anna Máriának, és őtőle van meg az elérhetőség. No, onnantól kezdve már egyenes volt az út, mert mindketten fölvettük a kapcsolatot Gallina Anna Máriával, tehát ő a Gizellának az egyetlen élő gyermeke még, a másik két gyermek már nem él, de Anna Mária még él. Nekem sikerült elmenni meglátogatni is, most 80 éves az Anna Mária, és előhozta nekem a Vilma eredeti esküvői albumát. Elnézést a képek minőségéért, de egyrészt ugye közel 100 évesek, de nem az a baj. A baj az, hogy én telefonnal fényképeztem, és annyira nem vagyok ügyes, hogy jó minőségű fotókat csináljak a telefonommal. Tehát itt a két tanúval az ifjú pár. Ez még mindig az. Itt már a vőfélyekkel. És akkor ez, amikor amikor mentek az esküvőre, a templom előtti felvétel, ez, amikor jöttek ki az esküvőről, a templomból. Azt nézem, hogy egyet lehet átugrottam, mert igen, ezt átugrottam. A koszorús lányokkal is van fotó, és a koszorús lányok között ott van a vőlegénynek a testvére is, mert ő volt az egyik koszorús lány. Hát ez is onnét van, Anna Mária albumából van egy, valamelyik filmjéből van Vilmának, ez mondjuk annyira nem érdekes, csak betettem ezt is. Ami érdekes, ez sajnos nem egy, megint csak nem egy jó minőségű fotó. Ez akkor készült, amikor Vilma Budapestre látogatott 1927-ben, és 30 rendőrt vezényeltek ki, hogy visszatartsák a tömeget, mert különben lehet, hogy gondok lettek volna, ugye nagyon sok volt a rajongó. Ez a családnak a Pest-Szentlőrinci háza, és itt van Koncsics János a ház előtt. Ez is ott van, nem az? Ez is ott van a Pest-Szentlőrinci ház előtt, amikor megérkeztek az autók, mikor Vilma megérkezett. Ez Vilma és a férje a Hősök terén, perecet vásárolnak, és akkor, hát ugye a nagy tömeg ellenére Vilma azért jókedvűen adta az autogramokat, mosolyogva. Nem zavarta a nagy tömeg. Ez a fotó pedig a kormányzói fogadáson készült. Itt van még néhány fotó, ahova Gizella is elment velük, úgyhogy itt van Gizella is a képen. Ő is meghívást kapott a kormányzói vacsorára. Ez a kép Vilmáról a Szentlőrinci háznak a nappaliában készült. Ez a kép pedig Viktor és a sógora. Látszik, hogy milyen nagy barátságban voltak, és mindjárt itt van egy fotó, amit a művész ura Viktornak dedikált. És a következő fotót pedig Vilma dedikálta a testvérének, Gizellának. Ez ott van Anna Máriánál a falon ez a kép. És akkor van egy, ugye a csillag, amit Juditka látott, jól tudom? Igen. Ezt Éva küldte nekem, ezt a fotót, a Viktornak a lánya. És akkor itt van még Gizelláról egy fotó. És ez pedig a Koncsics család, az itthon maradt Koncsics család, akik ugye Szentlőrincen voltak a családi ház udvarán, ott még Gizella akkor még a szülőkkel együtt volt. Ez is egy Gizella fiatalkori képe. Ezt a képet azt hiszem sokan ismeritek, mert ez interneten is több helyütt fent van, ezt is Unét Anna Máriától fotóztam le.
és akkor itt van a szülőkkel Gizella, és akkor egyelőre ennyi a családi fotókból. Most folytatnám Viktorral, illetve még annyit, hogy azt hiszem nem említette Bence, hogy a Vilma a névváltoztatást 1919-ben, amikor az első főszerepet kapta Berlinben, akkor változtatta meg Bánkira a nevét. A család pedig 1927-ben vette fel a Bánki nevet, és ezt a korabeli újságok több helyütt leírták, hogy a Vilma Bánki Y-nal, viszont a család csak I-vel, mert hogy nem nemesek. Ezért simán I-vel írhatják a nevüket, úgyhogy ez 1927-es történet. Most szeretnék Viktor kalandos életéről azért egy-két dolgot elmondani. 8 gimnáziumot végzett, és utána az Iparművészeti Főiskola grafika szakán tanult egy évig, aztán elvégezte a Színművészeti Főiskolát. Kisebb szerepekhez jutott csak, aztán emiatt így igazából ő neki az nem jött össze ez a színészkedés, és akkor Berlinben az Universalnál vágó, majd segédrendező lett, és akkor hazajött azért, mert nem szeretett ő annyira külföldön élni. Hazajött, itthon 1933-ban megismerkedett Kéri Fanni színművésznővel, aki Kirchner Annaként született, a művész neve volt a Kéri, és ővele 33-ban házasságot kötöttek. Ez a házasság 1947. szeptemberéig tartott. Kéri Kirchner Anna, Kéri Panni. Ez a Viktornak az első felesége volt. Igaziból annyit találtam róla, hogy édesanyjának a neve megvan, valószínű lányfejjel született, de aztán semmi többet nem találtam, se a halálának a bejegyzését, semmi egyebet nem találtam, a vállásuk még megvan, de aztán más egyebet nem találtam róla. Tehát abból a házasságból gyermek nem született, úgyhogy így. Aztán 47-ben váltak el, de hát azt még sok minden megelőzte. Hogy miért felejtették el, ez volt a kutatásom témája, és a másik pedig az, hogy büszkék lehetünk-e rá. Ez tulajdonképpen a tudományos kutatói engedélyt kértem az Állambiztonsági Levéltárban, meg a Fővárosi Levéltárban, és ott meg kellett adni egy kutatási címet. Ezt a címet adtam, hogy büszkék lehetünk-e rá, mert ez érdekel tulajdonképpen. Van itt néhány irat, azt majd a végén körbeadom, hogyha szeretnétek, megnézhetitek, amit az Állambiztonságiból kaptam, egy-két jegyzőkönyv tanúvallomásról. De hát így nagy vonalakban elmondanám, hogy 45-ben Viktort letartóztatták. Ő azt saját leveléből olvastam, amit Éva küldött át, mondjuk németből kellett lefordítani, úgyhogy lehet, hogy nem egészen pontos, de ő azt írta, hogy először az oroszok fogságában volt, majd pedig az Állambiztonsági Hatóság tartóztatta le. Na most erről az állambiztonságiról vannak anyagok, úgyhogy arról 45-ben van egy olyan, hogy jegyzőkönyvet vettek fel, az itt is van, Viktornak a tanúvallomását az egyik filmgyári vezető ügyében, és akkor úgy írták, hogy Bánki Viktor őrizetben, a másik tanú pedig Páger Antal volt megidézve, de ő meg szökésben volt, úgyhogy őt nem érték el. Hát most van nálam egy anyag 600 oldal. Páger Antal Argentinában élt, és arról történt 600 oldalas feljegyzés, hogy hogyan is hozzák haza. Érdekes. Érdekes olvasmány mindenképpen. No, tehát 45-ben volt ez a
ez a jegyzőkönyv felvétel 46-ban háborús büntett tárgyában elnapolták a tárgyalást. Tehát először háborús büntettel akarták Viktort megvádolni, de ezt a tárgyalást 46-ban elnapolták, majd 47 júniusában újra elővették a témát, de akkor már népbírósági tárgyalás volt, és bűnösnek mondták ki népellenes büntetben az egyik filmje miatt, amit ő rendezett, az volt a címe, hogy Őrségváltás. Ez a zsidóknak a vezetői posztokról való leváltásáról szólt ez a film. De Páger Antal ott is ott volt, tehát ő volt a főszereplője, meg Viktor összes filmjének Páger Antal volt a főszereplője szinte. No mindegy, Páger Antal ugye 45-ben már nem volt, őt már nem tudták akkor büntetni. És 1947-ben ugye elítélték Viktort 6 hónap börtönre, és 5 évre politikai jogvesztésre. Aztán 1949. július 20-án akarták végrehajtani a börtönbüntetésre való letartóztatását, tehát akkor már 7 országon túl járt. No mindegy, 49-ben köröztették, nem volt már itt, 48-ban ő kiszökött az országból, egy soproni házaspár segítségével, és a testvérének a ékszerei segítségével, mert Gizi az összes ékszerét odaadta Viktornak, hogy kifizesse azokat az embereket, akik segítenek neki kiszökni az országból. Tehát 48-ban Viktor elhagyta az országot, 1950 évi 9-es számú törvényerejű rendelet alapján közkegyelem alá esik. De erről ő már nem tudhatott, mert nem volt itt az országban. Tehát tulajdonképpen kiderült, hogy annyira mégse volt bűnös talán, ha közkegyelmet kapott. Ami érdekes, hogy ezt szeretném idézni még a tárgyalás befejezéséről, figyelemmel arra, hogy a vádlott többi filmjének nagy része olyan tartalmú, amely az akkori politikai viszonyok által megengedett keretek között a szegény, elnyomott népréteget az úri osztállyal való szembeállítását helyes szempontok szerint mutatja. A bíróság a BTK 92. paragrafusának alkalmazásával a kiszabott büntetést találta a vádlott bűnösségi fokával és cselekménye tárgyával arányban állónak. Tehát ezért kapott csak 6 hónapot, és csak 5 évre függesztették fel a közügyektől. Na mindegy, hát ugye ő nem várt a szerencséjére nyilván ezek után, hogy elítélték, az ítélet megszületett, amíg szabadlábon volt, addig tudott mozogni, de időközben elvették a pesti lakását, elvették az alsógödi házát, a szüleihez költözött, ők már Hódmezővásárhelyen éltek addigra. Valószínű, hogy erre mentek rá a szülők, mert az édesanyja, illetve először még ugye 47-ben elvált tőle a felesége, 47 szeptemberében, az édesanyja, Viktor édesanyja októberben halt meg, 47 októberében, az édesapja pedig 48 februárjában. Tehát a két szülőt 5 hónap alatt elveszítette, hát azt gondolom ez is adott egy lökés neki, hogy ő neki akkor itt már nincs keresni valója, tehát emiatt is gondolta úgy, hogy elhagyja az országot. Ausztriába ment először, ott politikai menedékjogot kapott, arról megvan arról is az eredeti feljegyzés. Ja igen, mert ez itt közben nem kezelem. És Ausztriában megismerkedett a második feleségével, akit Pókai Magdolnának hívtak. Ő vele
Salzburgban kötöttek házasságot, és utána elindultak a nagyvilágba, mert Viktor ugyan Németország felé szeretett volna menni, az volt az eredeti terve, mert ugye a németet jól beszélte, de kapott egy olyan meghívást, hogy Argentínába szökött az egyik filmgyár igazgató, dr. Bingert, aki a Hunniának volt az igazgatója, ő Argentínába szökött, és írta Viktornak, hogy szüksége van rá filmrendezőként. Ott a filmgyárat hoz létre, és ott szüksége van Viktorra. No, a Viktor el is indultak a feleségével, de a feleség már várandós volt. Paraguayban született meg az első gyermekük, Viktor, 1950-ben. Ott egy évig voltak Paraguayban, és akkor utána mentek tovább Argentínába. Argentínában született meg a második gyermekük, Éva, de sajnos mire Argentínában éltek, a Bingert János, aki őt hívta, szívroham következtében elhunyt. Úgyhogy innentől kezdve Viktornak gyakorlatilag semmi lehetősége nem volt, a spanyol nyelvet nem beszélte, dolgozott mezőgazdasági munkásként, aztán azután egy gépgyárban dolgozott, de a klímát sem bírta, úgyhogy ő 1960-ban visszaköltözött, illetve hát Németországba költözött, és szerette volna a családot is oda költöztetni, de felesége azt mondta, hogy ő már nem akar a gyerekekkel mászkálni sehova. És emiatt van az, hogy a családja Viktornak most részben Argentínában él. Hát azért mondom részben, mert Éva ott él, meg Évának egy féltestvére, ő is Argentínában van, meg Viktornak azt hiszem az egyik lánya, aki itt volt nálatok. Ő van még Argentínában, ő ugye Magyarországon tanult az egyetemen ösztöndíjjal, és a többi gyerek viszont, hát Viktor is most éppen Spanyolországban van, meg Viktornak a fia is Spanyolországban van. Évának a gyermekeiből is azt hiszem kettő van Spanyolországban, egy van Németországban, és a lánya pedig Puerto Ricóban. Úgyhogy szanaszét van a família tulajdonképpen. De ami nagyon érdekes, hogy hát amikor ráleltem Évára a Messengeren, és írtam neki néhány sort, hogy foglalkozom ezzel a Vilmának a kutatásával, meg a családjuknak a kutatásával tulajdonképpen, és ha érdekli, akkor elküldöm az anyagot. És hát meglepetésemre nagyon hamar válaszolt, mert ugye én magyarul írtam, nem is reméltem, hogy kapok választ, meg főleg, hogy hamar, nagyon hamar kaptam választ, és akkor ő írt nekem egy számot, WhatsApp számot. Na, gőzöm nem volt, hogy mit kezdjek a WhatsApp-pal. És akkor gondoltam, hogy a Messengeren már írogatni tudunk egymásnak, hát megpróbálom felhívni. Felhívtam, és mintha a szomszédba beszélgettünk volna. Úgyhogy tulajdonképpen azóta Évával ilyen napi kapcsolatban vagyunk a Messengeren. Nagyon sok mindent elmesélt, de rendkívül hálás amiatt, ahogy én elmondtam neki, hogy élnek még itt Magyarországon rokonaik, mert mondta, hogy ő olyan szomorú volt amiatt, hogy ő neki az édesapja után senki rokona nincs Magyarországon, ő úgy szeretné, hogyha lenne Magyarországon rokona, és senki nincs az édesapja után. És akkor, hát most ugye, ahogy én elmondtam neki Anna Máriát, meg Anna Máriának a családját, és ugye, hogy ők Hódmezővásárhelyen élnek, aztán, hogy Erzsikéjék, a Pribitekék itt Nagy Dorogon, akik ugyancsak a Koncsics familiának a leszármazottai. Aztán Erzsikétől tudtam meg, hogy Ilus néni, Gazdag Györgyné Ilus néni, ő is, még ő most már 94-95-ben van, ugye Erzsike 95 éves. Tehát így, ahogy Évának elmondogattam ezeket, tehát annyira mondta, hogy ő most olyan boldog, ő neki olyan sokat adtam ezzel, hogy megtudta azt, hogy van még élő rokona Magyarországon. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor tavasszal talán eljönnek, ha igaz. Majd kiderül aztán, hogy tudnak-e jönni. No most akkor egy kicsit, bocsánat, de most a puskámba bele kell nézni, mert azt hiszem, hogy most nem egészen abban a sorrendben mondtam a dolgokat, ahogy akartam. Bár
Ja igen, mert Viktor filmjeiről még nem beszéltem. Bocsánat, akkor most egyszer jön egy felsorolás. Tehát Bánki Viktor vágóként egy évelencében az iglói diákok, szerelmi álmok, pacsirta, a férfi mind őrült, a kölcsönkért kastély, Noszti fiú esete Tóth Marival, Magdát kicsapták, kicserélt ember, elcserélt ember, Borcsa Amerikában, Cifra nyomorúság, Leányvári boszorkány, Varjú a toronyórán, János vitéz, Érika búzakalász, Pénz áll a házhoz, 5 óra 40, a miniszter barátja, itt rendező és forgatókönyvíró is volt ennél a filmnél, Ma, tegnap, holnap, itt is rendező és forgatókönyvíró is, aztán András, itt a rendező is volt. És akkor önálló filmként, amit rendezett, az a Bor volt az első olyan film, amit önállóan rendezett, és ennek a felvételén ismerkedett meg az első feleségével. Tulajdonképpen a Panni volt a filmnek a főszereplője, ott ismerkedtek meg, és abból lett ugye az első házasság. A következő film a Rád bízom a feleségem, ez 37-ben jelent meg. Aztán a Bors István, na most itt egy kicsit mutatok. Tehát ez a fotó, ezt is most küldte át Éva nekem, ez a Bors Istvánnak a bemutatója után készült. Ugye ott van Viktor, ott van Páger Antal. Igaziból a hölgyeket nem tudom, hogy ki, hát nem tudom, hogy Kéri Panni ott van, nincs ott, őt nem ismerem így, de nem tudom, hogy ők kik, a többiek, csak mondom, ez a kép, ez most érkezett, és akkor ehhez szeretnék egy, illetve kettő újságcikket idézni. Ami a Bors István bemutatója, illetve ez nem is a bemutatója után volt, mert ez volt Szegeden egy filmfesztivál, és a filmfesztiválon első díjat nyert a Bors István. Most szeretném idézni a Dél-Magyarországnak a cikkét erről. 1939. március 12-i cikkből van. Első helyen áll a legújabb magyar film, a Bors István, amely Hunyadi Sándor hasonló című színdarabjából készült. Rodriguez Géza mesteri kézzel megírott forgatókönyve alapján, most pedig egy fiatal rendező, Bánki Vilma öccse, Bánki Viktor, hát itt nem egészen jól tudták, mert ugye Viktor nem az öccse volt, hanem a bátyja, de e fölött eltekintünk. A maga józan esze segítségével visszatért az élethez, és a filmet nem lehet a mozik műsoráról levenni, mert napokra előre eladják a jegyeket. A színészek játékukkal, követve a rendező utasítását, teremtik meg azt a légkört, amely az első pillanattól kezdve élvezetessé teszi a filmet. Minek felsorolni név szerint a szereplőket? Mindegyik azt a figurát adja, ami játszik. És az a figura nem színészkedik, az maga él, mozog, beszél, és ez a természetesség a titka Bors Istvánnak. Bánki Viktor megalkotta az igazi első magyar filmet, bár a többiek is ilyenek lennének. Ez volt az egyik cikk, ezt már régen találtam az Arcanumot. Ezt a cikket, amit most ebből csak részleteket fogok felolvasni, ennek az a címe, hogy Bánki Viktor regénye, de hát ez is ugye akkor jelent meg, ez a cikk, amikor a Bors István befutott. Azt kérdezi a cikkírója, hogy ki ez a Bánki Viktor, mondja el ő. Romantikus körülmények között kerültem a film szakmába. Havannában, Kuba szigetén, egy amerikai luxusszállodában párpénztáros voltam. Itt ismerkedtem meg az egyik amerikai filmgyár akkori főnökével. Elutaztam Hollywoodba egy évig
tartózkodtam, kisebb szerepeket kaptam. Húgom is akkor már nagy sztár volt ott, de aztán végül is ugye ő nem maradt ott, ő visszajött, őt a szíve visszahúzta. És akkor itt még arról írnak, hogy beszélgetésbe beleszól Kéri Panni is, és hát ugye elmeséli, hogy felvétel közben, amikor a Bor című első filmet vették fel, akkor ismerkedtek meg, úgyhogy ez még egy ilyen kis apró momentum. Tehát ez a két ilyen cikk, ami mondjuk méltatta Viktornak a munkáját. És akkor még szeretném azt elmondani, hogy akkor, amikor ugye a ítélet megszületett a népbírósági tárgyaláson, akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hogy enyhe az ítélet, mert hogy egy másik filmrendező 5 évet kapott egy egyetlen mondatért. Viszont, amit ehhez tudni kell, most mindjárt egy pillanat, még megint keresem, amit keresek, hogy az egyik főszereplője Viktornak kiállt Viktor mellett, tehát ő tanúskodott mellette. Úgyhogy ez is valószínű, hogy szerencséje volt akkor, hogy enyhe büntetést kapott. És akkor most szeretnék a Famíliáról egy kicsit beszélni, illetve még előbb még megmutatom, hogy készült egy ilyen karikatúra. Ugye ennyire volt Magyar Viktor, úgyhogy őt így ábrázolták, a karikatúrista így ábrázolta. Majd fel fogom olvasni a nekrológot, amit a temetésén egy barátja mondott. Abban is leírja, hogy mennyire csak Magyarország és a magyar filmek érdekelték. Ez még a család, és akkor igen, most akkor, hogy a Famíliáról beszéljek. Tehát itt van Koncsics János és Koncsics Jánosné. Ők a Vilma szülei, Vilmának, Viktornak a szülei. Van itt egy fotó még Anna Máriáról, tehát, és a családjáról. Ő Galina Anna Mária, tehát ő volt a Bánki Gizellának az egyik gyermeke, és a Anna Mária fia sajnos ő már nem él, tavaly hunyt el, és akkor a férje sem él Anna Máriának, az unokája van még, ő az Anna Mária unokája. És akkor most beszélnék a Famíliáról, akkor itt elkezdtem már, hogy ugye a Koncsics Vilmát, Koncsics Gyulát, meg Koncsics Gizellát most úgy gondolom kiveséztük, elmeséltem, amit tudtam róla. Aztán most szeretnék akkor egy kicsit visszatérni a Koncsics Famíliára, mert ugye volt a Koncsics Éva, aki a dédapám fivérének lett a második felesége. Ő neki az első férje Béres József volt, aki elhunyt, és azután ment hozzá az én dédapám testvéréhez. Koncsics Évának abból az első házasságából 3 gyermek született, Béres Éva, Béres József és Béres István. Béres Éva Henc Istvánné lett, őról a igaziból nem tudtam kideríteni semmit. Pedig lehet, hogy Dorogon még élnek leszármazottak, ezt nem tudom, úgyhogy még ez vissza van. Aztán Koncsics József, ő az első világháborúban esett el, hősi halált halt. A házastársa volt Király Mária. Itt megemlíteném Dobri István engedélyével, mert ő derítette ki, hogy Király Mária
volt az első moziüzem tulajdonos Nagydorogon. Tehát ez is egy érdekesség Dorog történetébe, a Koncsics família történetében. A következő, ugye Béres István. Béres István felesége Baracsi Erzsébet volt, aki simontornyai, illetve igarvámi születésű volt. És ebből a Koncsics Éva gyermekeinek a házasságából Koncsics Éva unokái voltak. Béres Erzsébetnek volt a Vándor Feri. A Béres Erzsébetnek a férje Wunderlich Ferenc, aki később Vándor Ferenc lett. Az ő fia lett a Vándor Feri, aki most a Balogh-Terinek, illetve aki a Balogh-Terit vette feleségül, vagyunk néhányan, akik ismerjük. Tehát a Balogh-Terinek az anyósa volt a Béres Erzsébet, akit mindannyian ismerünk, vagy legalábbis az én korosztályom ismert, mert ő volt a moziüzem vezetője. Akkor, mikor gyerekek voltunk, moziba mentünk, a Bözsi néni volt a moziüzem vezető. Tehát ő is egy Koncsics leszármazott. Aztán volt egy a Baracsi Erzsébet, Béres István Baracsi Erzsébet házasságából született egy Béres Margit, ő pedig Szigeti Lajoshoz ment férhez. Azt meg nem régiben tudtam meg, hogy a Szigeti Lajos Pakson élt. Ez a család Pakson élt, ezt a Teritől tudtam meg. Én nem ismertem őket, nem volt szerencsém ismerni. Most próbálom meg felvenni a Lajosnak a feleségével a kapcsolatot. Még ez nem jött össze. És akkor, hát ugye, Koncsics Mária, ő Koncsics Józsefnek a gyermeke volt, aki a Karcsinak a nagymamája volt, ugye, a Koncsics Mária. Úgyhogy ugye Koncsics Mária és Pribitek József házasságából, ők Koncsics József unokái, Erzsike, amiket elmondott nekem, József, Ferenc, Etus, ugyanaz Etust azt a Ilus nénitől tudom, a Karcsi bácsi, Pribitek Karcsi bácsi és Ilonka néni, akivel ugyancsak beszéltem. Aztán nézem még itt a Koncsics leszármazottakat, hogy még kiről nem beszéltem. Ja igen, volt még a Koncsics József, ugye ő neki volt a Mária a lánya, és kapitány Koncsics József, ő is itt van a református temetőbe eltemetve, ott van édesanyám még sírja mellett, a sírkapitány Koncsics József, református kántor tanító. Tehát ő is ennek a Koncsics familiának a leszármazottja volt. Sajnos őróla sem sikerült a családjáról, még egyelőre legalábbis nem sikerült kideríteni. Annyit tudok Ilus nénitől, hogy Csurgó Nagymártonban tanított, meg Bogyiszlón is tanított, de nem találtam rá vonatkozó adatokat. És akkor itt a harmadik gyermek volt a Józsefnek a gyermekei között, a Koncsics Erzsébet. Hát én emlékszem, illetve most többekkel beszéltünk már itt, hogy emlékszünk ám mi a Koncsics Bözsi nénire gyerekkorunkból. És én mindig azt gondoltam, hogy a Koncsics Bözsi néni öreg lány. Hát aztán itt, ahogy kutatgattam egyszer, csak látom Koncsics Erzsébet házassága Antal Györggyel. És akkor nézem az adatokat, hát kiderült, hogy a Antal Gyuri bácsi, aki a Horváth Lica nénénknek volt a férje, az Antal Gyuri bácsi volt az első férje, tehát a Bözsi néni volt az első felesége, Koncsics Bözsi néni volt az első felesége a Gyuri bácsinak. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség volt, hogy össze-vissza fonódnak itt a családi szálak. Aztán, na mi van itt még, igen, Gallina testvérekről már beszéltem. Igen, itt Erzsikéjéknél még fölírtam, föl van írva a gyerekek is, ugye a családfára már, a
Gábornak és a, és a Csabának a gyermekei, Gábor, Zalán, Ármin és Áron, úgyhogy itt már a hetedik generáció is megvan. És akkor ugye volt még Pribitek Mária, ő nincs itt, ugye Erzsike? Aztán Pribitek Ferenc, Pribitek Margit, Margitra emlékszem. És akkor még, akiről nem beszéltem, Béres Mária, aki Bódai Mihálynak a felesége volt, vagyis a Bódainé Mariska néni, akitől a fagyit vettük. Ő is a Koncsics Évának az unokája volt. Tehát tulajdonképpen annyi-annyi szál kötötte Vilmát meg a Koncsics gyerekeket, vagy a Bánki gyerekeket Nagy Dorokhoz, hogy erre nem is gondolt volna az ember. Vagy. Hát főleg így, hogy nem is hallottunk róla, tehát ez, ami számomra nagyon érdekes, hogy fölnőttünk úgy itt, vagy fölnőttem úgy itt Dorogon, hogy soha nem hallottam, hogy volt egy Bánki Vilma, meg volt egy Bánki Viktor. Viktorra visszatérve, Viktornak a gyermekei, ifjú Bánki Viktor és Bánki Éva, ezt is Éva küldte, ezt a fotót nekem, és akkor itt a vetítést befejeztem. Most még szeretném elmondani, mert ugye fölírogattam azért én a Viktor unokáinak a neveit is. Ugye Viktor született 50-ben, Éva 51-ben, és a Viktornál van 4 gyermek, Usi, aki itt volt nálatok, Bruno, Melina és Nikolász, és az Évának van 3 fia és 1 lánya, a Sándor 52 éves, András 48 éves, Mátyás 37, és Viki 33 éves. A Bánki Gizi unokái pedig van, a Gallina Bélának volt egy fia, vagy van egy fia, Gallina László, a Anna Máriának ugye egy fia volt, a Szalka Zoltán, és az ő gyermeke a ismét Szalka Zoltán, és akkor a Gizi harmadik gyermeke Karola volt, és a Karolának a gyermeke pedig Páger Anikó és Páger Ildikó. A Páger Anikóval is Facebookon kapcsolatban vagyok, és nagyon érdekes, föltette a kislányának a szalagtűzés fotóját, volt egy ilyen közeli fotó, és teljesen olyan, mint a Vilma. Annyira hasonlít, hogy szinte hihetetlen, hogy ilyen távolságban. Nagyon-nagyon hasonlít a kislány, egy tényleg szép arcú jelenség, és nagyon-nagyon hasonlít Vilmára. Tehát ők a család. Most, amit még szeretnék elmondani, illetve elolvasni, ez most elnézést kérek, hogy tudom, hogy érdekesebb az, amikor mesél valaki, és nem olvas, de ezt olvasni kell, mert ez a nekrológ. Úgyhogy ezt is most küldte Éva néhány nappal ezelőtt, úgyhogy ez csak így, ahogy gépelve volt, és ezt én kinyomtattam. Bánki Viktor emlékezete. A jeles magyar filmrendező Müncheni temetésén 1967. március 16-án elmondta dr. Erdélyi István filmgyártó, a Magyar Filmgyártók Szövetségének utolsó elnöke. A magyar emigráció, a müncheni magyar kolónia egy nagynevű honfitársal egy nagy magyar értékkel lett szegényebb. Elment közülünk a Szabad Magyarország legkitűnőbb, legsikeresebb filmalkotó művésze. A két világháború közötti magyar hangos filmgyártás jelentékeny szerepet játszott hazánk kulturális és politikai életében. Olyan időben, amikor a harmadik birodalom a szomszédos kisnépeket szellemileg is gyarmatosítani akarta, és ehhez a propaganda szempontból olyan fontos filmprodukciót is felhasználtak, tehetséges és bátor emberek
gátat építettek ennek a folyamatnak, és megteremtették a magyar hangos filmgyártást. Az idegen nyelven beszélő és idegen szellemet sugárzó külföldi filmekkel sikeresen vette fel a versenyt ez a magyar filmgyártó gárda, és évi 40, majd évi 50 játékfilmmel lehetővé tette, hogy a széles magyar tömegek magyar írók művein, magyar művészek alakításain keresztül a magyar kultúra és a magyar művészet hordozói legyenek. Nehéz és igénytelen kezdetek után lett a magyar film azzá, aminek egy nemzeti filmgyártásnak lennie kell. Egyre inkább megtalálta a maga útját, közel jutott népünkhöz, és gyorsan nőtt fel olyan magaslatra, ahol már nem csak szórakoztatott, de magasabb hivatást is töltött be. Magyar mentalitás sugárzott, és ezzel otthon pártatlan népszerűségre tett szert. Ebben a gyors és páratlan sikerben jelentékeny része volt Bánki Viktornak. Hát itt megint azt írja, hogy hollywoodi világsztár Bánki Vilma testvéröccse. De hát tudjuk, hogy bátyja. Fiatal korában bejárta a világot, járt Hollywoodban, nyelveket tanult, és 1935-ben Berlinen keresztül, mint kész filmszakember érkezett haza. Hát ez a dátum sem stimmel, mert 33 volt az, amikor hazaérkezett. Előbb filmvágó volt, ebben is a legjobb. Ha egy nagy külföldi filmprodukció jött Pestre forgatni, biztosan a már akkor híres fiatal filmvágót vették Kutternek. Ebben a munkában ennyi szakértelmet, dramaturgiai tudást és művészi értéket és rátermettséget árult el, hogy filmkészítőink éveken keresztül kínálták meg filmrendezői ajánlatokkal. Ő azonban nem vállalkozott erre mindaddig, amíg egy neki tetsző témát nem hoztak, és amíg nem biztosították a filmkönyv elkészítésében és a szerepek elosztásában is döntő szerepét. 1938-ban forgatta első filmjét, a Bors Istvánt. Hát ugye nem akkor, mert 33-ban is volt film, de valóban ez volt a legnagyobb sikerű, a Bors István. Hunyadi Sándor népies tárgyú vígjátékából készült film példátlan siker volt. A sajtó egy nagy magyar filmrendező indulását és a magyar népies irányú film megszületését ünnepelte. Közönség pedig a sok pesti viccű, jelentéktelen, szórakoztató film után végre megkapta azt a filmet, amelyik magyar levegőt lehel, közönségünk saját érzéseit és gondolatait adja vissza, és bátran hozzányúl begyökeresedett társadalmi előítéletekhez. Leleplez addig félve őrzött társadalmi titkokat. Ez a film kiállt a becsületes magyar paraszt mellett, a történelmi szerepét eljátszott és karakter szerepében megpuhult magyar gentrivel szemben. Felejthetetlen volt a siker, és páratlan volt a hatás. Új filmtípus, és vele új sikerek születtek. Rövid néhány év alatt egyedül Bánki fél tucat filmet készített, ilyen és hasonló társadalomkritikai beállítottsággal. A Dr. Kovács, aztán András, Szeretőfia Péter, az Eladó Birtok, és sok más filmje állomásai egy páratlan sikersorozatnak, és meg annyi gyöngyszeme a magyar filmművészetnek. A magyar film közben európai karriert ért el. Szám szerint harmadik helyen álltunk az európai filmgyártásban. Csak Németország és Olaszország előzött meg, és még olyan országok is, mint Franciaország és Svédország mögöttünk álltak. Vannak magyar filmeket játszott Európában minden ország, kivéve a harmadik birodalmat és az általuk megszállott területet. Filmjeink és filmszínészeink épp úgy, és filmjeinket és filmszínészeinket épp úgy ismerték és szerették,
Rómában és Stockholmban, mint Szófiában és Zágrábban. Bánki sikere nagy európai karrier lehetőségét nyitotta meg számára. Németországból és Olaszországból kapott ajánlatokat, de elutasította, mert csak magyar filmeket akart alkotni. Hát ezért volt az a karikatúra. A magyar népi származású Bánki annyira népünk talajából nőtt ki, hogy ösztönösen tiltakozott minden átültetés ellen. Inkább olcsón, de otthon dolgozni, mint aranyhegyekért, de idegenben. A második világháború összetörte hazánkat, pedig egy alacsonyabb kultúrájú, összetörte Európát, hazánkat pedig egy alacsonyabb kultúrájú nép gyarmatává tette. Az addig virágzó magyar filmgyártás máról holnapra megszűnt, hogy sok év múlva lassanként, mint állami protekciós monopólium újra kezdődhessen. A zavaros időkben Bánki Viktort irigyei besugására az oroszok, mint hadifoglyot elfogták, és elvitték pesti lakásáról Oroszországba. Csak szerencsés véletlennek lehet köszönni, hogy másfél év múlva mégis hazakerült. Na most ez nem egészen fedi a valóságot, legalábbis ugye erre vonatkozó adatokat nem találtunk, de miután itt Magyarországon volt a tárgyalás kitűzve 46-ba és 47-be volt a tárgyalás, így nem valószínű, hogy másfél év volt az a oroszországi fogság. Otthon azonban többé nem juthatott munkához, végül 1948 végén nyugatra menekült. Megjárta Dél-Amerikát, majd 1960-ban eljött Németországba, ahol szeretett volna ismét filmeket készíteni. Rosszkor jött. A német filmgyártás válsága fogadta. Ő, aki csak szép filmeket készíteni tudott, de könyökölni nem kapott itt egyetlen lehetőséget sem arra, hogy Isten áldott tehetségét bebizonyítsa. A Magyar Kulturális Szövetség filmosztályán végzett éveken keresztül adminisztratív munkát egy szép magyar filmakcióban lelkiismeretesen, pontosan, példamutatóan. Egy alattomos kor vitte el közülünk, épp olyankor, mikor már nagyon közel állott ahhoz, hogy mint televíziós rendező ismét szépeket alkothasson. Időközben otthon ismét készítenek filmeket, nem olyan sokat, mint korábban, többnyire nem is olyan sikereseket. A legtöbb filmnek szellemében az új ideológiát kell szolgálnia, vagy legalábbis a régi világot kell mértéken felül meghamisítva bemutatnia. Abban a filmkészítésben Bánki Viktornak úgysem lett volna szerepe. Ő nem tudott volna soha. Csupán a megélhetésért, vagy az anyagi sikerért megalkudni a saját lelkiismeretével. Egy ritka fényes karrier tört ketté a történelem. Egy nagy magyar értéket mindössze 10 évi sikeres alkotó munka után ereje teljében kárhoztatott meddőségre a bolond világ. Magyar tragédia, amelyik sajnos nem áll egyedül. Milyen gazdagoknak kell lennünk, hogy nagy értékeinket így hagyjuk veszni és elveszni. Bánki Viktor elment, anélkül, hogy rendkívüli tehetségét továbbra is a közösség javára felhasználhatta volna. De Bánki Viktor azok közé, a nemes magyarok közé tartozott, akik még ha elzárják is előlük az igazi útjukat, magyar kötelességet teljesítenek. Az idegen környezetben, ahol élt, becsületességével, szorgalmával, műveltségével, szeretetreméltóságával megbecsülést szerzett magának, és ezzel egyben a magyarságnak. Erős egyéniség volt. Ez a magyarázata, hogy csak lelkes hívei és hellyel közzel ellenségei voltak. Vele szemben alig lehetett az ember közömbös. Mi, barátai, akik közelről és jól ismertük, nagyra becsültük.
szerettük, és mindig azt reméltük, hogy Viktorunk még velünk együtt meg fogja érni, hogy egy szabad Magyarországba visszatérhetünk, és munkánkkal otthon még hasznára lehetünk népünknek. Mint annyi szép remény, úgy Viktor halálával ez is szerte foszlott. Utolsó Isten hozzádot mondunk neked, drága barátunk, és megígérjük, ha a sors arra lehetőséget ad, munkádat folytatni fogjuk, nemes emlékedet pedig életünk végéig megőrizzük. Nyugodjál békében. Elnézést, hogy ilyen hosszút olvastam, de én úgy éreztem, hogy ez ide kívánkozik. És akkor, hogy azért ne ezzel a szomorúsággal fejezzem be, szeretnék még elmondani egy élményt. Vilmának a két filmjét digitálisan restaurálták, és tavaly bemutatták. Az egyiket volt szerencsém látni a Toldi moziban, a Sejk fiát. Nagy élmény volt. Mindenkinek ajánlom. Igaziból nem tudom, lehet, hogy Robertre várna ez a feladat, hát ha megtalálja, és hogy le tudnátok vetíteni itt a falunak esetleg. Ja, már volt? Oké, okay, akkor rendben van. Jó, jó. És még annyit szeretnék befejezésül mondani, hogy én nagyon sajnálom azt, hogy két ilyen emberről ilyen hosszú idő elmúltával kellett találni dolgokat, hogy nem hallottunk, hogy elmúltak évtizedek úgy, hogy nem hallottuk, hogy ilyen hírességek születtek ebbe a Picurka faluba, mert legalábbis én, amikor gyerek voltam, meg fiatal felnőttként is mindig azt gondoltam, hogy ó, hát nagy dolog, csak egy kis egyszerű falu maga szürkeségével, innét nem kerültek ki nagy emberek, nem születtek híres emberek is, lám. Mégiscsak volt valami. Köszönöm szépen a türelmeteket, a türelmüket, és további szép estét kívánok mindenkinek. Ha valakinek még kérdése van esetleg, akkor szívesen válaszolunk, de ennyi volt, amit szerettem volna elmondani.